A modvai csángók zenéje ma már másképpen szól a táncházakban, mint Hajdanán, Rekecsénben vagy Bákó környékén. Bár a hangszerek ugyanazok, a dalok sem változtak, csak összeültek a zenészek és egyesítették a többféle irányzatot. De erről meséljen egy szakavatottabb muzsikus, Bogdán Gergely, a Juhos Együttes vezetője. Modvai csángó magyarok muzsikáját játsszuk. Nem mondhatnám, hogy autentikus népzenei felállásban, hiszen ez a hangszerfelállás, amiben már hosszú évek óta játszunk, meg a legtöbb modvai zenét játszó zenekar Magyarországon. Ez egy kicsit speciális, talán a 90-es évektől fejlődött ki ez Magyarországon, egy kicsit a budapesti táncház mozgalom hozta be magával. A csángók zeneisége, ez nagyon-nagyon sokszínű. Ugye a pásztor hangszerek, a furulyák, a kaval, az nagyon-nagyon népszerű, de ezek általában önmagukba szóltak a csángó magyarok hagyományos zenei kultúrájában. Ezt nagyon szép énekek kísérték, vagy hát a furuljával kísérték az énekeket. Illetve egy másik zenei felállás, az a hegedű koboz, ami szintén jellemző erre a tájegységre, Moldvára, de az utóbbi időben, az utóbbi 20-30 évben általában a moldvai zenét játszó zenekarok ezeket a hangszereket így összerakják, és akkor egy moldvai zenekar az általában furuján, hegedűn, kobzán játszanak, és ott van egy hangszer, az a kétfenekű dob. Ez egy kicsit a Balkánra jellemző hangszer, de ezzel kísérik tulajdonképpen a ritmust, ezzel játsszák a tánc alá a ritmust. Úgyhogy általában így állnak fel a moldvai zenekarok mostanában. Ekkor a termekben akusztikusan játszottak, vagy esetleg kültéri rendezvényeken, bálokon. Ezzel a hangszerrel önálló dallamjátékra is alkalmas, de akkord és ritmus kíséretre szolgál itt a moldvai népzenében. Gyakorlatilag ez egy lant leegyszerűsített változata, egy ilyen parasztlantnak mondható hangszer. Húsi Gyula kobzás az egyetlen a zenekarban, aki vérbeli muzsikus. A többiek táncosok voltak, és aztán tanulták meg a zenélést. A modvai csángók elszigeteltségben éltek mindig is Erdélyhez képest. A muzsika is nehezebben jött át, csak a táncházmozgalom kivirágzása változtatott ezen. A táncházmozgalomban ez a modvai zene az egyetlen olyan nagy átjárhatóságot jelenti talán, ami ugye a modern és a régit úgy ötvözi. Tehát mostanra már azt gondolom, hogy nagyon sok élőfurulyás is behozott dallamokat ebbe a világba, amit mi is egyébként van, hogy játszunk, amit tanultunk mesterektől, de azt tudni kell, hogy a népzenét azt különböző hatások érték már, ahogy a rádió is elterjedt, de ez nem csak a moldvaiak zenében van, ez az erdélyi zenében is így van, hogy ha tetszett valami dallam egy cigány egedűsnek, akkor azt bizony megtanulta, lehetett az akár egy klasszikus hangzás, vagy egy populáris zene, amit hallott valahol. Úgyhogy azt gondolom, a népzenét úgy kell, a népzenére, a néptáncra úgy kell tekinteni, hogy ez egy állandóan változó, állandóan fejlődő kultúra. És szerintem ettől szép, és az erdélyi zene, meg hát a moldvai is, attól sokszínű, hogy egy településen sokféle náció él. A magyarokon kívül élnek románok, élnek cigányok, és hát azért legtöbbször békességben élnek, és ezek a zenei hatások, ezek egymásra hatottak. Ez nem csak a csángó zenére igaz, ez a magyar népzenére úgy általában. Meg talán a magyar népre általában jellemző ez a sírva búsul a magyar, hogy nem tudom, mit szoktak mondani. Tehát, hogy igen, kicsit szomorkásabb, de
hogy talán ettől van az a plusz érzelmi töltet, ami talán Európában más népeknél nem nagyon lehet megtalálni. Tehát ez lehet, hogy ez egy történelmi okai vannak, vagy bármi más, ami érte a társadalmat. Okay.